Az Agora YouTube találkozó ötletét igazából annak kapcsán kezdte el szervezni, hogy van egy Megosztók című sorozat. Itt helyi bloggereket, videoblogosokat, fotoblogosokat mutatunk be. Innen jött az ötlet, hogy ne csak egy bemutatkozás legyen, hanem maguk az alkotók, a csatornák működtetői találkozzanak. Ebben segítsége voltak többen, többek között a szombathelyi youtuberei, titkos, zárt, de mindenki számára befogadó csoportnak az adminjai is. Úgyhogy úgy gondoltuk, hogy ez egy izgalmas találkozó. Novemberben, tavalyi év novemberében már volt egy ilyen esemény, és hát most folytatjuk, szeretnénk rendszeresíteni ezeket a találkozásokat, és úgy látom, hogy egyre többen vannak. Azért tartjuk fontosnak, hogy ez az esemény legalább két havonta vagy havonta megrendezésre kerüljön, hogy a tapasztalatainkat meg tudjuk osztani egymással, és nyilván át tudjuk mondani, hogy kivel mi történt, valamint esetleg népszerű témákat, vagy ami a YouTube-on éppen zajlik, azt meg tudjuk beszélni. És még azért is fontos egyébként ez az esemény, hiszen így nagyon-nagyon sok új embert és új fejlődő YouTubert ismerhetünk meg, ami számunkra is nagyon fontos, hiszen tudjuk azt, hogy megyékben és körzetben milyen YouTuberek tevékenykednek, akivel esetleg közös tartalmat csinálhatunk, vagy bármi hasonló dolog, úgyhogy ezért nagyon szuper az esemény. Tudom, ez a találkozó nem tekint vissza a túl nagy múltra, ez a második alkalom. De már az elsőn is azt éreztem, hogy ez egy jó szervezet valami, és hogy kicsit többet érdemeltek annál, ami itt történik. Itt nem azt kell érteni, hogy ez így ne lenne jó, csak lehet olyan dolgokat változtatni, ami előbbre viszi a munkátokat, amit könnyebben tudtok dolgozni, ami segítség lehet mindannyiótoknak a napi vlogolásoknál, a content gyártásnál és minden egyébnél. Amikor felrakok egy videót, akkor tök jó megnézni, hogy igazából az mennyire várták, és hogy tényleg olyan jó visszajelzések jönnek, hogy ami olyan videó, arra nem is kapok rosszat. Hát azért tartom fontosnak, hogy ez a rendezvény legyen igazából, hogy egy kicsit közelebb hozzuk így a környékbeli videósokat, illetve hogy valamilyen szinten próbáljunk meg egy kicsit fejlődni a másik által, illetve tanuljunk a saját hibáinkból, amiket lehet, hogy mi nem látunk, de lehet, hogy látnak. És hogy egy kicsit megismerjük, hogy mégis milyen irányban azoknak a helyi videósokat.